Ismét egy különleges kiállítás nyílt a József Attila Művelődési Központ Salgó-Tarjáni Fotógalériában. A Nógrád megyei Fotóklub Egyesület legújabb tárlata ezúttal Finnországot mutatja be az érdeklődőknek. Az alkotó pedig Eni Niemi, aki egyenesen Vantából hozta el képeit Salgó-Tarjánba. Homoga József szomszédjának gyermekei 36 éve Finnországban élnek. Mikor Enikő tavasszal hazautazott látogatóba, sokat beszéltek a fotózásról, így jött az ötlet, hogy alkotásait mutassa be a helyi közönségnek. Hogy Vanta és Salgó-Tarján között mi a kapcsolat? Én azt hiszem, hogy erre nagyon magyarázatot nem kell adni, hiszen szinte mindenki tudja, hogy a Vanta és Salgó-Tarján testvérvárosok. Salgó-Tarjánból kulturális kirándulók, kulturális szervezetek, szakemberek is vettek már részt Vantába, köztük Virág László tanár úr, aki zenepedagógus volt, aki néhány évig kint tanított, meg turisták természetesen, mint ahogy mi is 2000-ben. A fotók önmagukért beszélnek. Látvány, táj, víz, naplemente, napfelkelte, és a többi, és a többi. Vanhemmillekin ja kaikille muille, joka on auttanut tässä, minua tässä järjestämässä. És akkor most folytatom majd magyarul, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Eni Niemi 8 évesen ismerkedett meg először a fotózással az Úttörők házában. Kint Finnországban, mint ahogy Józsi bácsi is mondta, nagyon könnyen lehet jó fotós helyeket találni, mondjuk kell utána járni. Szerencsére a párom, aki most semmit az égvilágon nem ért ebből, hogy mit mondok, ő szokott engem hozni, vinni, néha nem annyira nagy szívvel, de azért mindig segítkezik. És mindig ott van, amikor csak kell. Annyit szeretnék még mondani, hogy a fotózás nekem esztétikum. Szeretem megmutatni azokat a dolgokat, ami szerintem szép, ami időtálló, ami minden nyelven szép, nem csak finnül, nem csak angolul, bármilyen nyelven. És mindig arra törekszem, hogy azt vissza tudjam valami módon adni a képeken keresztül. A képeket nem láttam el semmilyen névvel. Szeretném, ha mindenki maga alkotna képet róla, hogy milyen érzéseket, milyen dolgokat ébreszt benne. A fejlődés az, amit még szeretnék nagyon-nagyon tovább vinni, tehát még jobban, még szebben, még klasszabbul fotózni majd. Bármikor utána később is, ha visszanézem a képeket, akkor mindig fázom. Finnország egyébként tényleg nagyon gyönyörű. Akárhová megy az ember, mindig talál valami nagyon klassz helyet, ahol lehet fotózni. Szeretném inkább csak megköszönni a fotóklubnak, Józsi bácsinak, szüleimnek, mindenkinek, aki segített ebbe a kiállítás rendezésébe és megvalósításába. A hagyományokhoz híven Homoga József emléklappal köszönte meg a kiállítónak, hogy Finnországba varázsolta és varázsolja a tárlat vendégeit.